Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban ismételten Brawl Stars-ozni fogunk, méghozzá ládákat nyitogatni, de mert belevárnánk a mai videóban, megkérlek arra, hogy mindenféleképpen támogass a hatalmas lájkkal, illetve felrakodással, hisz itt tartom a felrakodó cél mindjárt megvan, szóval esetleg megnyomod azt a felrakodásomat, tényleg bearanyozod a napot, és örök hála plusz 12 nap minden egyes felrakodásért, illetve lájkért. Köszönöm szépen, drága barátom, illetve bekövetsz Instagramon, link a leírásban, szintén egy hatalmas segítség, és nagyon szépen meg fogom köszönni azt, hogyha megteszed azt, és Instagramon is bekövetsz. Na de akkor ennyit az önpromóról, és vágjunk bele a videó fő témájába, ami nem más, mint hogy bizony, itt vagyok a kis karakteremen, amin valószínűleg meg fogom vásárolni a PES-t, de írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek legyek-e pay to win, vegyem meg igazi pénzből a PES-t, vagy pedig ebbe a seasonben inkább ne vásároljak PES-t, ez rajtok fog eldőlni, várom a kommentbe a döntéseiteket. Na de akkor kezdjük is el a állítást, és nézzük meg azt, hogy vajon esetleg tudunk-e nyitni valami jót ezen a karakteren. Ugye ez a szuper szerencsés karakterem, és mindenhogy látjátok, 40 darab karakter van rajta, 4000 kupán, az brutális eredmény, és ugye ebből 3 nem is kinyitható karakter, ugye 8-bit, Ems, Stu-kat nem lehet kinyitni, szóval lényegében csak legendary tudok nyitni, Spike, Crow, Leon, Sandy, illetve az új PES-es karakter, ami hiányzik, tehát lényegében konkrétan csak legendary, amit tudunk nyitni, 85-ös Big Box-szal kezdünk, Rosa, illetve kedves Kik, illetve El Primo az első lárában, majd egy kis lála következik másodjára, nézzük, hogy ez mit rejt magában, nem túl érdekes, 21 darab gold, tick, illetve egy kis Piper, amivel folytatódik ez a láda, érkezik hozzá már is 10 gem, ami abszolút királyság, hiszen a gem az mindig jó, mert abban lesz PES, na nézzük a következő ládát, ez egy Big Box lesz, nézzük, oké, 50 darab gold, Carl, illetve egy kis Jackie, majd végső soron egy kis hordó, aki érkezik ebből a ládából. Nézzük a következő ellenket, ami egy kis láda lesz, vajon ez mit rejt magában, és sajnos nem villog, 50 darab gold, Edgar, illetve egy kicsike, Tikkecske, aki érkezik ebből a ládából. Ezután jöhet a következő ládánk, ami egy Big Box lesz, nézzük meg, hogy vajon ő mit is tud pontosan. 53 gold, egy picit sok ahhoz, hogy bármi érdekes legyen benne. Nani, illetve egy kis Byron, majd zárásképpen egy kis Squeak érkezik hozzánk. Okés kis láda, majd 50 gold, a soros. Ezután a 7-es számú versenyző következik, amiben lesz 50 darab gold ismételten. Valamiért a mai napot az 50 gold, ez nagyon-nagyon rá vagyunk állva, és e körüli összegeket kapunk kb. Végig. Érdekes, nem szokott ennyire ráállni az 50-re, inkább fejebb szokott lenni egy picivel. Szóval a gold mennyiség azért annyira nem sok, sajnálatos módon. 24, ez sem sok, mondjuk kislelapsz képest azért nem olyan rossz ez a gold mennyiség. Oké, ismételten egy Big Box fog következni. Ez 101 gold, na erről beszéltem, érkezhet egy kicsivel jobb Big Box végre, viszont ez nem fog villogni egész biztosan, így is van, és most következik az első megaboxunk, ami akár villoghat is, de akár nem adhat semmit is, szóval nézzük meg, hogy van az első megaboxunk, mit is rejt magában. Hát jó lenne egy 6-os vagy 7-es megaboxsal indítani, azt gondolom mindenféleképpen, de nézzük meg, hogy olyan így lesz-e, és 5-ös, nem jó. Sajnos ez egy 5-ös megabox, Piper, Frank, Pam, Brock, majd zárásképpen egy kis Jesse, sajnos egy 5-ös láda lett ez, de van még egy másik megaboxunk, amiben hát esetleg 6-os vagy 7-es szám fog már lapulni. Nézzük ezt a ládát, akkor olyan ő mit is tud. 53 gold ismételten, nem tudom miért vagyunk ráva a mai nap erre az 50-es számára ennyire, de nagyon-nagyon az 50-es goldokat kapjuk folyamatosan, érdekes mindenféleképpen. A körgető egy kis láda lesz, nézzük, hogy ez mit is fog tudni. 30 darab gold, ez nem sok, de legalább kevés, majd Brock, illetve Tick, ami ebben a ládába lapul. Nézzük a következő ládánkat, 68 darab gold érkezik hozzánk, hát ez picivel több, mint az 50, de sajnos ez sem azért olyan rengeteg gold mennyiség. Surge-el zárjuk ezt a ládát, majd érkezik még 10 gem, ami abszolút király, hisz így már 90 gemen van, ami kezd alakulni, azt kell, hogy mondjam, a PES-hez. Na nézzük a következő ládát, 65 darab gold, Tick, a Ticket is nagyon-nagyon sokat kapunk, amit a mai videóban tényleg rengeteg Ticket nyitottunk, így folytatjuk, lassan maxos is lesz a Tick. Oké, hát a kis láda, nézzük, hogy olyan ezre, hát 19 gold, ez sem túl jó, El Primo, oké. Nézzük a következő ládát, egy kis láda helyett egy nagy láda lesz, és vajon 58 gold, megint az 50-es szám, ismételten bull, de ez sem villogott, viszont csupán 2-es láda volt, ez kifejezetten érdekes, hogy 2-es volt. Nézzük a következő Big Boxot, utolsó előtti ládánkat, hogy vajon ez esetleg tud-e adni egy új karaktert, de legalább egy gadgetet, egyelőre egy ládánk sem villogott,
hát mi 70 gól, valószínűleg ez sem fog villogni, ez azt jelenti, így is van, nem villog, és akkor rá is térhetünk az utolsó ládánkra, ami egy megabox lesz. Nézzük meg, hogy vajon fog-e villogni. Tap-tapot megvárjuk mindenféleképpen. 1, 2, és... ez sem villog. Sajnos ez a láda sem villog. Ez a mai nap hát egy nagyon szerencsétlen ládítás lett mindenféleképpen, hiszen konkrétan semmit nem nyitottunk. Na, legalább sárga. Legalább sárga. Ez egy pici kárpótlás, hogy legalább kaptunk 200 darab token dupládót, bár azért ez sem az, amire vágytunk, de akkor ugorjunk be pár mérkőzés, mondjuk röpibe, és próbáljuk ki Tarát hogyan is teljesít röplabdában. Már töltünk is be az első mérkőzésünkbe, ahol meg fogunk méretkőzni. Hogy van ez helyesen? Na mindegy. Az ellenfelünk egy Rico, Penny, illetve egy Nita, míg a mi oldalunkon egy Tick Nita van. Egyben meg is haltam, de ez nem probléma, hisz abszolút megérte, mert az ellenfél azt nem fogja tudni kivédeni, vagy mégis, de kivédte sajnálatos módon. Azt hittem, az életem feláldozásával el tudom azt érni, hogy adott bizony egy pontot érjen nekünk, az jó lehet, hogyha be tudok menni és ki tudom onnan szedni alulról, de nagyon gyorsan érkezik a labda, nem fogom tudni megölni. Megy a húk, de kevés, és beértek oda sajnos, így azzal, az viszont necces volt. Sajnos nagyon-nagyon összeészört a tímünk, egyszerűen nincs az hangban az egész, viszont ebből pontot lehetett volna szerezni, hogyha én levem el a labdát, így viszont ők még fel fognak támadni, ami abszolút egy problémás helyzet, de megint megpróbálom megölni őket úgy, mint ahogy előbb is tettem. És lehet, hogy össze is fog jönni, össze is jön, de Anita be fog tudni sétálni, és megint ugyanaz történik, de a Tick szerencsére hátul maradt vérekezni. Akkor próbáljuk meg harmadjára, de most ultival fogom kezdeni, ahogy, ja, oké, okay, jó az ulti, nagyon jó az összedobás, egy Nita van, meg kell ölni, de megint Anita szépít a csapatjának. Oké, okay, meghalt Anita, megint fent az ultim. Oké. Okay. Tökéletes ulti. Halt kettő, és ott a pont. Szépen megjátszva úgy, ahogy kell. Szerencsére, milyen az első pont helyesen, és a második. Össze kell őket rántani, viszont megint felénk jön a labda, ami nem túl előnyös, mert így már be is esetett volna az első, hogy esetleg mindjárt meg ezt a korai harcot, de nem így történt. Oké, okay, egy halt, kettő halt, egy van életben. És gyönyörű gól! Gyönyörű, nem gól, hanem pont. Ezáltal az első mérkőzést sikeresen vettük, és egy győzelmet tudtunk összeszedni, ami abszolút egy szép eredmény, azt kell mondjam. Játszunk még egyet ezen a pályán, hiszen kifejezetten szeretem a röpit a való életben is. Én nagyon-nagyon szeretek röpizni. Szerintem az egyik legjobb sport. Én nem szeretem az agresszív sportokat, mint például a kosár vagy a foci. Nézni nagyon szeretem, focizni szintén nagyon szeretek játszani, kosarazni, mondjuk királyozni, azt szintén nagyon szeretek, de valahogy én jobban szeretem azokat a sportokat, ahol nem megy ez az ennyire erős agresszivitás. Én nem vagyok annak a híve, hogy most... Oké, okay, ez volt a pont. És a röpiben én pont ezt szeretem, hogy nincsen nagyon fizikai kontakt benne, és szerintem ez egy tök király dolog a röpi esetében. Az sajnos felénk jön az a labda, de ettől függetlenül megpróbáljuk megnyerni ezt a mérkőzést. Az nekik nagyon-nagyon jó helyre megy, így viszont ebből túl komoly akciót nem tudunk csinálni. Maximum egy ulti... Hát itt az ellenfél most nagyon-nagyon hibázott. Ez nagyon simán megnyerhették volna, hogyha ezt nem ilyen rosszul játssza meg az ellenfél csapata. Amikor megnyerés az túlzás, de nem kellett volna ezt a pontot bekapniuk. Oké, nézzük a következő mérkőzésen, mit tudunk kezdeni. Bejönnek egyből hárman, minden hárman meg is halnak. De labdosan is megint felénk megy, és senki nem vérekedik, az problémás lehetett volna, de szerencsére időben megérkedik a védelem is. Jön az ellenfél csapata, őket büntetni kellene. Megy az összehúgás, és könnyűszerrel beesik a labda. Úgy, ahogy annak rendje és módja szerint meg kell történnie. Nem tűntek annyira erőseknek, szóval azt gondolom, hogy egyből rájuk is megyek. A labda ismételten felénk jön, ami egy picit problémás, mert különben már be is eshetne hozzájuk, de ettől függetlenül nem fog megérni, hanem megvárjuk azt, hogy lejöjjön a sebezhetetlenségük, ami meg is történt. Majd elnyomjuk az ultit, egy halt, kettő halt, három nem hal, de a pont viszont a miénk. Ezzel egy újabb mérkőzés győzelemre hozván megnyertünk. Töltünk is be a következő mérkőzésünkre, ahol remélhetőleg szintén ugyanolyan jól fogunk teljesíteni, mint ahogy az előző két mérkőzésen, vagy most már hárman tettük. Egyelőre kifejezetten darálunk ezzel a tarával, azt kell, hogy mondjam. Nem nagyon erős a tarám, tehát hogy nagyon kevés a power szintje, de hát nem tud mit csinálni az ellenfél. Tehát tarával olyan szinten ki tudom őket zónázni, hogy brutálisan jó erre a pályára, azt kell, hogy mondjam, a tara.
talán ha a csapattársai még lenne egy igazán vélekedő karakter, az még jobb lehetne, de ez az arra egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon jó ide és nagyon erős, megint be fog esni a pont, és senki nem tud ellen semmit tenni konkrétan, és ezáltal egy újabb győzelem meg is van, ami abszolút egy király dolog. Viszont srácok, a mai videó ennyi lett volna, köszönöm a figyelmeteket, holnap találkozunk majd egy újabb videóba, addig is velem tartás, kommentel is, mert persze felkodás Nándorral voltam, legyetek jók, felkodás Nike Alain, és a végzőt, na, sziasztok, ciao, ciao.